Sziasztok, köszöntelek ismét benneteket a Blondi konyhájában. Az előző videóban ígértem nektek, hogy egy vanília sodó receptet is be fogok nektek mutatni, és ahhoz nagyon jól dukál ez a vanília sodó. Menjünk gyorsan végig rajta, hogy mit használok fel hozzá. Van nekem 1 liter tejem, ebből 1 decit elkülönítettem. 2 csomag vaníliás cukrom. Használok hozzá 2 evőkanál finom lisztet, használok hozzá egy 10 dekány kristálycukrot, 4 darab tojásnak a sárgáját, és 2,5 deka teavajat. Előveszünk egy tálat, és ebbe a tálba bele fogom önteni a lisztet, a cukrot, ezt egy kézi habverővel egy kicsit elkeverem, hozzá fogom adagolni a 4 darab tojás sárgáját, illetve az 1 deci tejet, ezt alaposan elkeverjük. Még van a tejből egy kevés, azt hozzáadom. És miután alaposan elkevertük, hagyjuk egyelőre állni, közben pedig a tejet fölrakjuk, felforraljuk. A maradék 9 deci tejet beleöntjük egy lábasba, hozzáadom a 2 csomag vaníliás cukrot. A habverővel fogunk dolgozni itt, és elkeverjük a vaníliás cukrot a tejben, és akkor megvárjuk, hogy felforjon a tej. A vanília sodó, amikor már langyosra hűlt, belerakjuk a vajat, jól elkeverjük, illetve ha van neked otthon vanília aromád, akkor abból egy teáskanálnyit hozzáadhatsz. Ezzel is még jól elkeverjük, és lehet önmagában tejszihabbal fogyasztani, vagy ahogy mondtam, egy jó mákos gubára, vagy egy aranygaluskára ráöntve garantáltan ízleni fog mindenkinek. Próbáld ki te is ezt a vaníliasodó receptet, hidd el, nem fogsz benne csalódni, könnyű, egyszerű és nagyon finom, sokkal jobb, mint a pudingos. Köszi, hogy itt voltál, szia!